Sziasztok, elérkeztük egy újabb House Flipper videóhoz. Az előzőt rengetegen megnéztétek, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, és nagyon sokan kértétek, hogy csináljak, úgyhogy folytassuk. Itt van az irodám. Nézzétek, milyen gyönyörű rendet raktam az előző részbe. Mua! Itt a ráncfűrészem is. Biztonságban vagyunk. Ez az ajtó kicsit korhat. Ó, ez az ajtót mindenfelől lehet kinyitni. Hát ez nagyon menő. Jó napot kívánok, szomszédaim! Nagyon remélem, hogy hiányoztam. Éppen takarítani megyek valahova. Nézzük is meg hova. Milyen férfias kezem van? Szeretnék inni egy kis kávét. Na ez figyú! Milyen jól néz ki ott az ablakba. Játszunk. Vagy mi? Nem játszunk, hanem dolgozzunk. Kaptam két e-mailt. Az egyik ugye Görbe Józseftől jött, a másik Kovács Karolinától, és hát ugye az előző részben is radiátor incidensünk volt, úgyhogy lehet, hogy most ezt ki kéne hagyni, és mondjuk Karolinával foglalkozzunk. Rend a garázsban. Nézzük csak. Hello! Hi! Röviden szólva rendet kellene tenni a garázsban, kérem, dobjon ki minden doboz, szemetet és régi abroncsot. Ne felejts el megmosni az ablakokat, szerszámokhoz inkább ne nyúljon. Hát most béne. A férjem nem bírja elviselni, ha nem a helyükön vannak, vagy találja őket, vagy nem találja őket. Na, üdvözlettek, Kovács Karolina. Lemben, nem tudok beszélni. Ó, nem mondtad, hogy van lámpa, és ezt csak most tudom? Hogy kapcsoltam be? Tiszta fazmofóbia! Ó, micsoda járgányuk van, ezt érdemes lenne ellopni. El tudom lopni. Fel tudok emelni egy autót! Ezt figyeljétek, szomszédság! Mekkora erő van bennem! Mostantól hívjatok Iron Lady-nek! Oh my god! Na jó, hát akkor ez szerintem nem kell senkinek, biztos, hogy nem fog feltűnni. El is viszem akkor. Csokolom! Megjöttem, jó napot kívánok! Aha! Itt is vagyunk! Ó, micsoda biciklik! Hát ha ma az autót fel tudom emelni, akkor a cangát is, nem? Menjünk, vigyük el! Tegyük vissza, csukjuk be, és akkor itt az a lényeg, hogy a dobozokat fel szippantjuk. Csak a szokásos, tudjátok. Én ilyen dobozevő vagyok, és az abroncsokat is megesszük, ez a desszertem általában a munka folyamán. Belakmározom én itt a kerekeket. Nyom egy kis szemét, szuper, akkor ezt is eltüntetjük. Ezeket nem tüntetjük el, ezt eltüntetjük. Mennyi doboz van itt, ami nem kell nekik, de... Tök jó, mert pont a diétámhoz illik. Úgyhogy megeltem. Ezt ki tudom nyitni? Oh my god! Na mi van, Verda, gyere! Vagy inkább még ne? Micsoda Audi? Tuti ez Audi. Tuti, hogy Audi. Hiper szuper, meg a felmosommal megcsinálunk mindent. Szépen mossunk fel. A keréknyomokat is el tudom tüntetni. Wow! Ez még mindig nagyon hangos. Kaptam valami dolgot. Most nem tudtam elolvasni, mert megsüketültem. Nem értem rá! Ugyan nehezen megy ez a gumilenyomat föltakarítása. Rendesen erőlködnöm kell. Elzsibbad a kezem. Aha, azt mondta, hogy a férje szerszámolja, az ne nyúljak, de hát azért le kell itt takarítani mindent. Hát azért muszáj, de nekem olyan hiper-szuper meg a felmosón van, hogy nem is kell elmozdítani semmit, és már kész is. Voilà! Hát minek az, nem? Ugyan, kérem, hölgyem, megoldom én. Na, feltisztítottuk szinte mindenhol ezt a sok-sok kávéfoltot. A biciklik. Biciklik, elnézést kérek szépen, de tekerjenek odébb. Mosd le az ablakot. Ja, igen, le kell mosnunk az ablakokat. És az, hogy kell... Van egy ilyen menci mosóm. Na, várjatok. Aha! Erre születni kell. Erre születni kell. Hol van még ablak? Csak egy ablak volt? Nem moshatok le más miért? Itt esetleg? Ó, hát érdekes, itt csili-vili az ablak. Kukucs! Hello! Hello, mi újság? Körbe kéne amúgy szimatolni itt bent a házba. Eléggé érdekes helyek vannak itt. Hello, hello, van itt valaki? Ó, főzzünk egy kis kávét! Nem, amúgy nem szabad itt rendetlenséget tenni, de hogyha egy almát ellopok... Minden nap egy alma... És az orvostávot tartja? Mi a következő? Ja? Kész? Minden feladat? Mi lenne, hogyha én a bicikliket azért felállítanám, hogy hiper-szuper meg a kész legyen minden? Mondjuk ezt ide rakom. Micsoda rózsaszín bicikli.
Nagyon kéne nekem, de hát nem vihetem sajnos el. Ez így, és mi lenne, hogyha az autót is felemelném, tudjátok, csak úgy lazába, aztán behelyezném a garázsba. Érted, mások beállnak, beszállnak a kocsiba, beindítják, az begurulnak a garázsba, én megfogom, és csak beteszem. Így. És le tudom csukni. Nem fog elférni. Odébb kell raknom, várjatok. Így. És akkor kész. Ennyi. Minden feladat kész. Király! Erre indikál, egészség. Saját képek és fényképek. Észrevetted, hogy a tablet galéria fülén kiválaszthatsz képet a gépedről, és plakátként, képként használhatod a falon. Használhatod a kamera fület is, ha játékból szeretnél képeket menteni. Nem mondod, ez milyen menci... Ó, ez én vagyok. Ez amúgy én vagyok. Látjátok? Épp borotválkozom. Kicsit szőrös a lábam. Vagy csak koszos. Na mindegy, nem is gond. Oké, akkor én azt mondom, hogy menjünk tovább, nem bírok magammal. Kell még küldetést teljesíteni. Molnár Máté felkészül és az új családtag fogadására. Görbe József, Radiátor, Józan, Amanda, Amaránt Falak. Amaránt Falak. Jóságos ég. Józan, Amanda. Legalább valaki józan. Nem amúgy, de hogy is csak vicceltem. Na jó, nézzük, mik vannak itt. Menjünk sorba, elolvasom, és amelyik a legszimpatikusabb. Radiátor. Csak akkor fizetek, ha teljesen elégedett leszek a munkájával. Hát ez szigorú vevő, nézzenek oda. Közeleg a tél. Köszönöm szépen a figyelmeztetést. A telek itt mindig kemények, nálam nincsenek radiátorok, szerelje fel. Hát azért valami, kérem szépen, vagy valami. Kicsit akaratos ez a József. Na mindegy, nézzük, Józan Amanda. Bonjour. Bonjour. Szeretnék a házamban egy kicsit művészi belsőt adni. Kérem, fesse le a nappaliban a fal egy részét amaránt színűre, a megmaradt falak pedig nemekül nézének ki szürkét. Oh! És majdnem elfelejtettem, kell javítsa meg a rossz konnektorokat is. Merci, Amanda. Jól van, Amanda. Molnár Máté felkészül az új családtag fogadására. Hú, ez kicsit hosszabb levél lesz. Na mindegy. Üdv. Na, ő legalább tök kedves, nem úgy, mint a József. Gyönyörű feleségem végre teherbe esett. Congratulations! Most azt sem tudjuk, hogy mihez fogjunk hozzá. Persze nagyon boldogok vagyunk. Nekem fogalmam sincs, hogy mit kéne ilyenkor csinálni. Rengeteg dolgot el kell intézni, mire megérkezik a kis hercegnő. Ó, már 100%-ra tudjuk, hogy kislányról van szó. Jaj, de aranyos. Vettünk egy nagyon aranyos kis házikót háromunknak. Sajnos alaposan ki kellett takarítani, és ki kell alakítani a gyerekszobát. Számítok rá, hogy rád bízhatom ezt a munkát. Kérlek szépen készítsd el a gyerekszobát. Szükség van a kis ágyra, pelenkázóra, talán valami játékra is. Ezt rád bízom, és feltétlenül fest világos rózsaszínre a falat a kis hercegnőknek. Hercegnőnknek, bocsánat. Előre is köszönöm, üdvözöllek, Molnár Máté, egy hamarosan boldog apuka. Jaj, de kis aranyos, rendben. Legyenek ők, elfogadom, csináljuk. Kaptál egy festőhengert? Gratulálok, feladott egy új eszközt. Ez az, mostantól festetem a falakat. Jaj, milyen kis aranyos, otthonos ház. Kop-kop, hello, jaj. Micsoda mocsok van itt. Meg is esszük. Na nézzük, mik van. Úristen, nem is tudtam, hogy mindenhol ennyire mocsok van. Hát ez egy kicsit nagyobb falat lesz, úgy látom. Aha. Jó, akkor kezdjük ott, hogy felszippantjuk gyorsan, belakmározzuk a szemetet, mert hát amúgy is éhes vagyok, mert ma még nem ettem. Úgyhogy ez teljesen ideillik. Nyom, nyom, nyom. Rendben. Hoppá, ezt nem tudom megenni, majdnem megettem a dohányzóasztalt. Oké, okay, nézzük, hol a kislány szobája. Ja, itt van. Jaj, milyen kis cuki. Úristen, de mocsok van itt. Hát ide nem szülnék én se senkit, hát muszáj itt rendet ragni. Nézzük, van-e itt valami doboz? Nincs több? Francba. Oké, akkor jöjjön a felmosó, tisztítsuk meg itt a környezetet, mert hát nézzétek már meg, milyen mocsok van itt. Orvosolnunk kell azonnal, hogy szépen rendbe jöjjenek haza. Jó, de nehéz a falat amúgy letakarítani. Itt azért sokkal nehezebb munkánk lesz, fiúk, lányok, mert jobban oda kell figyelnünk a részletekre, mert hogyha kihagyok bármit, és akkor nem lesz 100%-os. És nem lehet, hogy olyan nincs, hogy 100%-os. Nem lehet olyan. Muszáj 100%-osnak lennie mindennek. Hát remélem, hogy nem tévesztem el. Oké, ez a fal amúgy direkt ilyen itt? Remélem, nem kell ehhez a falhoz nyúlni, mert azt mondták, hogy rózsaszínre fessem a kislánynak a szobáját, és nekem csak azt kell csinálni, úgyhogy akkor ezzel itt nem kell foglalkoznom, csak ki kell takarítanom. Nézzétek már, milyen szép csillogó villogó itt már minden. Lassan ugrálni lehet rajta. Ó, koszos itt az ablak. Oké, okay, először is ezt a mocskot innen eltakarítjuk, és utána majd jöhetnek az ablakok, de ezt majd utoljára fogom hagyni. Ezt innen, hogy odébb kéne tenni.
tegyük ezt így odébb, mert nem jutok oda a mocsokhoz, úgyhogy szeretném feltörölni. Szépen, nyugodtan. Hogy kell legugolni? Á! De jó, hogy eltaláltam. Fú, nagyon nehezen megy itt a radiátor alatt. Sőt, egyáltalán nem megy a radiátor alatt. Most le kéne szeret... Most sikerült? Ja igen, csak vak vagyok. Szuper, oké. Meg is vagyunk. Ezt visszarakom a helyére, mert kicsit zavar. Pok! Rendben, akkor majd itt a ablakokat megcsinálom. Azt fogom utoljára hagyni mindenhol. Ezt itt... Ja, nem akartam kifesteni. Elnézést kérek szépen. Itt nem volt festés, bocsánat. Hanem csak szép rendet kell rakni. Miért nincs itt tükör? Zavar, hogy nem nézhetem magam. Ja, várj, amúgy sincs tükörképem, úgyhogy tök mindegy. Ó, csak jól látom, mi ez a penész itt? Mi ez a penész? Hát hogy néz ki? És egy ilyen házat megbírtak venni? Ja, hát persze, hogy könnyű megvenni, hogyha majd polat akarít, nem? De mindegy, én nem nyafogok, mert ezért csak manit kapok, de nem is keveset. Hú, nagyon nehezen tudom én ezt itt eltakarítani. Miért nem megy? Miért nem megy? Lehet, hogy nem akar eltűnni? Miért nem akar eltűnni? Na azért, azt hittem már soha nem fogom tudni letakarítani, hát az milyen igazságtalanság lett volna már. Oké, a WC mögött hogy jön? El tudom helyezni innen a WC-t? Á, nem! Nem tudom megfogni a... Nem tudom megfogni! Egyiket sem tudom megfogni, hogy takarítsak? Jaj, már megint festeni akarok. Már nagyon készülök erre a festésre. Így akkor hogy takarítsam el ott mögötte? Kicsit nehezebb lesz, nem? Ó, nem, tök jó. Azt hittem, hogy sokkal nehezebb lesz. Oké, fürdőkád, kicsit amúgy meg is fürödhetnék itt. Jól esett. Oké, szerintem itten tiszta minden. Már csak az ablakot kell majd megcsinálni természetesen, de most nem érünk rá. Most itt is gyorsan felmosok. A szülők helyén is, hogy aztán elkezdhessük a kislánynak kipingálni a hálószobáját. Itt most ez az első egyébként is nagyon fontos, de hát ugye az egész házat ki kell egyébként takarítani. Úgyhogy sajnos most el ezeket is előttem megcsinálnom, de ne aggódjatok, mindjárt festünk! Mindjárt festünk ezt a koszt, hihetetlen. Ebből is tanul az ember, fiúk, lányok. Hogy nem hagyunk ilyen koszt magunk után. Amúgy nem is értem, hogyha eladunk alapból egy házat, akkor miért nem tudjuk előtte kitakarítani? Na mindegy. Azt hiszem itt meg is volnánk, úgyhogy ezt hagyom is. Jöhet akkor a kislány szobája. Amúgy sárgán is egyébként tök jól néz ki, nem? Szerintem tök cuki. Azt mondta, hogy az egész... Ja igen, itt vannak a feladatok. Bocsánat, ezt sose nézem amúgy, pedig már szóltak is, hogy miért nem nézem. Hát ott vannak. Fest ki ezzel pasztel rózsaszín. Oké, pasztel rózsaszínnel kell az egészet befesteni. Rendben. Feltakarítottam a koszt. Én mondom, feltakarítottam a koszt, ez a felem egy koszos. Oké, ezt is odébb kell majd raknunk, mert az a szekrény nem tetszik ott. Szépen letakarítjuk, szépen. Takarítsd már föl! Köszönöm! Már zsibbad a kezem! Zsibbad a kezem! Ucs! Nem bújsz el előlem, te kis mocsok! Szépen feltakarítalak! Aha! Oké, 99%, hol az az egy? Ja, itt van, zsír, oké, ez meg is volt. Mosd le az ablakot, fest ki ezzel pasztel rózsaszín. Jó, először is akkor fessünk szerintem, én azt mondom nektek, úgyhogy nézzünk is festéket. Pasztel rózsaszín, hát szerintem MS, eléggé nagy szobának számít, úgyhogy szerintem veszek egy elleset. Csak elég lesz akkor így az egész, igazából. Na nézzük akkor a festést. Ne, nagyon menő, és várjatok, becsukom. Oh my god. Ez nagyon jó. Nagyon csíos lesz. Fassuk szépen. Ó, már is elfogyott. Azért jó hamar. Még jó, hogy elleset vettem. Csinos kis rózsaszín lesz, hát imádni fogja a kölyök. De csak azért, mert én csináltam. Nem tudom amúgy, hogy meddig kell festeni egy falat, mert esküszöm, hogy őszinte legyek, nem látom. Szóval, figyeljétek, ja nem. Azt hittem, hogyha már le van festve teljesen, akkor ott nem kell újra festeni, vagy hát nem festhetem újra. De úgy tűnik újra lehet. Szóval az, hogy őszinte legyek, hogy nem tudom, hogy mikor 100%-os, de csak kiírja majd nekem. Igen. Fess ki ezzel pasztel rózsaszín, ott van a 100%. Úristen, lehet vennem kell még egyet? Hát tök drága volt a festék. Elleset vettem, és már is izé. Már is elfogy mindjárt. Bizatod-e?
Csikos lesz, jó lesz az úgy. Jó lesz így? Csikosan. Nézzétek. Oh my god. Hát szerintem teljesen jó lenne így csikosan. Nem is értem, hogy miért nem ezt kérik. Na mindegy, nem hagyhatom így, mert akkor nem fizetnek ki rendesen sajnos. Úgyhogy muszáj tökéletes munkát végezni, meg hát mégis most fog megszületni a kislány. Új képességpont. Milyen képességet kaptunk? Hol a képesség? Képesség? Na, most már itt azért figyeltem, látjátok? Most már tudom, hogy itt vannak fönn dolgok. Mert az előző részben nem láttam. Festés, mivel ugye úgyis a festést használjuk, szerintem kéne keresni ott egy festés képességet, és így nézzük, hogy mit lehet. Villámgyors festés, festés alapjai. Nem pazarolja a festéket, már festett falok. Festett falok. Aha, oké. Villámgyors festés, 25%-a gyorsabb festés, fest többet, fest egyszerre két falat. Hú, vajon melyiket fejleszem? Nem pazarolja a festéket más festett falon. Legyen az, hogy ne pazaroljuk a festéket más falon, mert ugye pont erről beszéltem előbb, hogy nem tudom, hogy mikor jó és mikor nem. Úgyhogy ez sokkal jobb ez a képesség, mert így legalább akkor nem pazarlom. Szerintem fú jó. Hele, milyen gyorsan haladok! Látjátok, milyen gyorsan haladok? Így lehet, hogy sokkal jobban spórolok is a festékkel. Itt oda kell figyelnünk, mert a ablakoknál is ki kell festeni a falat. Á! Oké. Itt, kettő, három, négy, öt, hat, hajt. Ó, majdnem. Majdnem sikerült! Oké, jaj! Hoppá, bocsánat, megnyomtam véletlenül a lámpát. Nem látok eléggé jól. Á, a plafon nem tudom befesteni? Jó, azt nem lehet. Jajjaj, befejezzük itt is, mi kicsit lukas, de amúgy tök jól néznek ki csíkosan is. Na mindegy. Nem érdeklik a véleményem. Azt hiszem, hogy itt mondanak. Tényleg amúgy mindjárt elfogy az elles méretű. Még jó, hogy elleset vettem. Gondoljátok, bele vettem volna egy elseset, azt, hogy 20 darab elseset vettem volna, mert mindig kifogy. Á, nem lesz elég. Az a baj, hogy nem lesz elég szerintem, mert ezt a falat nem fogom tudni befejezni vele. De majd meglátjuk, mert lehet, hogy akkor biztos, hogy egy kis eseset fogok venni, mert szerintem az bőven elég lesz már a maradékhoz. De lehet, hogy amúgy elég lesz. Nem biztos. Ah, nehéz felújítónak lenni, tudjátok. Ez egy hard work. Milyen férfias kezem van? Nem tudom változtatni? Kicsit szőrös. Na jó, odébb rakom ezt a szekrényt, mert olyan izomállat vagyok, hogy csak megfogom. Odébb rakom, és folytatom tovább a festést. Bocsi, de útba voltál. Jaj, nem ezzel festünk. Egyébként nem tudom, hogy van, de gondolom minél több házat csinálok meg, annál nehezebb lesz, annál nagyobb lesz, annál időigényesebb, mert most is ez a festés. Most oké, hogy próbálok folytosan vágni, ne legyünk unalmas, de egyébként eléggé időigényes, és így való életben is, hogy most játszok, és így nagyon sokáig tart, mire lefestek egy ilyen falat. Úgyhogy belegondoltam, hogy mi van, ha majd legközelebb egy palotát kell felújítanom, akkor egy két órán keresztül játszani fogok, vagy micsoda. Nem mondjátok, hogy pont elég! Ne! Ne! Nem mondod komolyan, hogy pont egyetlen egy egyetlen egy falrésznél fogyott ki, és nem használhatom. Ez most komoly? Ez most komoly? Most komolyan vennem kell emiatt még egyet? Hihetetlen. Na jó, oké, veszek akkor egy S-eset, mert amúgy igazából nincs szükségem rá. Tudtam, hogy ez lesz. Tudtam, hogy pont egy hiányozni fog. Ja, nem is egy, bocsánat, itt. Na, akkor megvan. Hú, valami nem jó. Látjátok, hogy 98%-ba lett csak jó? Ami azt jelenti... Á! Csak nem kihagytam egy helyet. Á! Tehát akkor... Hol? Ja, itt kihagytam a másik falat, nem is láttam. Hoppá! Na, úgy tűnik, hogy voilà, készen is vagyunk. Úgyhogy nem tudom elrakni. Na mindegy, visszarakom a szekrényt a helyére, mert szerintem ez itt teljesen okés volt. Mondom, visszarakom a szekrényt.
Szuper! Na, nézzük, mosd le az ablakot, helyezd gyertyák, kal, könyves szekrény. Na jó, vegyük meg akkor ezeket a dolgokat. Ja, először mossuk le az ablakot szerintem. Majd csak utána vegyük meg a dolgokat. Kicsit kinyitom, hogy szellőztessünk, addig megtisztítom a kövit. Friss levegő mindenkinek! Jó napot kívánok, Marika néni! Nézze meg az ifjú kis hercegnőnek a szobáját, milyen gyönyörű! Remélem tetszik önnek is! Hívjon, hogyha kell valami festés nála is! Köszönöm! Na oké, akkor vásároljunk Kaul könyves szekrény. Oda kell figyelnünk, hogy pontosan ez legyen a neve, és ne hibázzunk. Be is írom. Úgy könnyebb. Kaul... Ilyen kell neki vajon? Kaul sötét színű könyv. Nem, ez csalóka. Ez kell? Könyvszekrény. Ah, jó, oké. Okay. Na, nézzük, akkor milyen színt vegyünk. Legyen fehér, vagy legyen szürke. Maradjunk inkább a fehérnél, mert az jobban néz ki. Oké, ki kéne találnom, hogy hova rakom. Szerintem amúgy nem néz neki rosszul erre felé. Mit szólnátok? Kicsit ferde. Na, várjatok, meg kell csinálnom szépre, hogy ne legyen ferde. Nem tudok falhoz illeszteni. Így. Na, ez így teljesen jó. Oké, mi van még? Gyerekágy. Basszus, nem tudok olvasni. Gyertyát olvastam a gyerekágy helyett. Ti ezt értitek? Oké, gyerekágy. Gyerek. Ágy. Jaj, de cuki! Oké, legyen ez, vásárlás. Ide rakom szerintem az ablak alá, annyira aranyosan néz ki. Szekrény pelenkázóval, babzsák fotel. Rendben, akkor nézzünk szekrény pelenkázóval. Szekrény pelen... Ah, ott van. Legyen rózsaszín, mivel ugye fiúról van szó. Lányról van szó, pont hogy rosszul mondom, jól van. Ide rakom, így, és egy babzsák fotel, vagy kettő babzsák fotel, ha jól láttam. Oksika. Babzsák fotel rendel. Zsír. Na nézzük, legyen ilyen színű szerintem, ez teljesen jó. Opa, elrotottam. Na, mondom, legyen ilyen színű. Így, és vegyünk még egyet. Mondjuk. Rakjuk ide. Így. Ennyi, voilà! Na ezt nézzétek! Milyen jó kis gyerekszoba lett! Hát imádni fogják! Na jó, oké, akkor a következő feladat az, hogy le kell takarítanom már csak ezeket az ablakokat, és amúgy meg is volnánk a feladattal! Tisztíts! Le! Aztán fel! Aztán le! Aztán fel! Kész, zsír, oké. Következő oldalra, aztán le, most meg fel, és a sarokba, úgyám, még egy kicsit, azaz. Na, várjatok itt, hogy kihagytam ezt, most nézem, hogy szépen kihagytam, máshol is kihagyhattam. Itt is kihagytam, hoppá. Tényleg itt kihagytam, akkor lehet, hogy máshol kihagytam. Csak nem hagytam ki, hát itt letakarítottam, igen, itt letakarítottam. Nem tudok elmenni a lámpától? Na végre. Itt is letakarítottam. Nem akarom lefesteni. Hú, már megy le a nap. Az nem jó. Megy le a nap. Ez azt jelenti, hogy fogyok ki az időből? Na, már csak ez a kettő van és készen vagyok. Bingo! Készen vagyok! Nem bírok. Na, menj már te lámpa innen. Ennyi. Na, ez figyelj. Kész. A gyerekszoba. Szerintem teljesen jó feladatot végeztünk. Nem tudom, hogy ez kell nektek. Festék, tessék, itt lesz ajándék. Nem kell megköszönni. Szomszédság, kész a hercegnőnek a kis
szolgálat a szobája. Na jó van. Ezennel befejeztük, és megint 100% és kaszáltunk egy jót. Na mi van, srácok, ha? Hú, amúgy eléggé csúnyán néz ki a kis irodám. Nem gondoljátok, hogy egyszer rendet kéne itt is egyébként rakni? Úgy, ha jól tudom, itt tudok majd fejleszteni is. Ó. Le tudom szedni a pókhálót. Erégy innen, pók! Amúgy ez is szépen lassan egyébként minden küldetés után egy picit takarítanom kéne, hogy valahogy kinézzen az a hely. Mert amúgy tényleg nem szép. És majd le kéne... Úristen, itt amúgy alapból dzsúva van. Igen, kéne majd vennem egy tükröt. Bár úgyse látom a tükörképemet. Na mindegy. Na jó, akkor ezzel az utolsó nagy küldetésünkkel be is fejezem ezt a részt. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek ezt a videót, remélem, hogy nagyon tetszett. Nekem amúgy nagyon tetszik, egyre izgalmasabb szerintem, és rettentő jó küldetéseket csinálunk. Én úgy vagyok vele. Úgyhogy be fogom fejezni ezt a kettőt. Igen, itt rontottam, hogy 99%-ot csináltam, de ezek már akkor szerencsére megvannak. Ezt a kettőt kell majd megcsinálnunk a következő részben, úgyhogy remélem tényleg, hogy tetszett nektek is a videó. Ha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok nekem egy lájkot, és iratkozzatok föl, hogyha még esetleg nem vagytok, és akkor a következő videóban találkozunk. Sziasztok!